És a telefonnál itt van velünk Vattai Gábor, fizikus professzor. Jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! És önnek van egy, hát nem is tudom mi a jó szó erre, leírása, elképzelése a vírus terjedéséről, beszámolója, és ha jól értem, akkor arra a következtetésre jutott különböző cikkeket olvasva, adatokat elemezve, hogy nem általában terjesztik nagy tételben a fertőzést azok, akik maguk is fertőzöttek, hanem vannak ilyen szuperfertőzötteknek, szuperterjesztőknek nevezett egyének, akik nagyon sok embernek továbbadhatják, de ez csak jellemzően kis része az összes fertőzöttnek, egy kis halmaz bennük. Jól értem, amit igen, mond? Igen, az elmúlt hetekben, hát igazából a nemzetközi sajtóban is több cikk jelent meg, amiben megértették ezt a dolgot, és nemrégiben részt vettem egy online nemzetközi konferencián, ahol több előadó foglalkozott ezzel a dologgal, és most már egy kicsit világosabb, hogy ez a járvány, ez önmagában úgy tűnik, hogy nem tud nagyon gyorsan terjedni akkor, hogyha nem adunk lehetőséget arra, hogy legyen néhány szuperterjesztő a terjesztők között. Magyarul, hogy általában egy ember tipikusan nagyon keveseket fertőz meg, olyan keveset, hogy a betegség magától kihal. És ezt a dolgot nagyon soká nem értettük, mert például az USA-ban, de ha akarom mondani Magyarországon is, nagyon lassan kezdődött el ez az egész. Emlékszünk még rá, hogy januárban még az utazás Kínába nem volt betiltva, sőt Kína városai között is nyilván utaztak a kínaiak, és ennek ellenére nem azonnal jelent meg a betegség, és most az amerikai kutatók utána jártak, és kiderült, hogy az első esetek, azokból nem lett járvány, azok kihaltak, és egy nagyon hosszú időt kellett találni, amíg úgy érkezett meg a vírus, hogy olyas valakit talált el, aki aztán úgy elterjesztette, hogy annak eredményeként még egy valaki, tehát nem elég, hogy egy szuperterjesztőt megtalál a vírus, hanem úgy kell ennek történnie, hogy egy szuperterjesztő legalább még egyet kreáljon az áldozatai között. A szuperterjesztő, tehát aki sok embernek adja tovább a vírust, a betegséget, az egy biológiai adottság, vagy egy társadalmi helyzetből következő helyzet? Most úgy gondoljuk, hogy is. Tehát, hogy nyilvánvalóan kell hozzá az alkalom, tehát kell az, hogy nagyon sok ember találkozhasson egymással kis térben, nagy események legyenek, ez az egyik feltétel. A másik az úgy tűnik, hogy vannak biológiai feltételei is, de ezt nem tudják kellő bizonyossággal. Tehát nem lehet előre szűrni embereket, hogy önből szuperterjesztő lesz, vagy lehet egyelőre. Tehát jelenleg a méretet kell csökkenteni, vagy limitálni, amit valaki megfertőzhet. De ha mondjuk nyilván, ha tudnánk, hogy kik lesznek, vagy válhatnak potenciálisan szuperterjesztővé, akkor egyszerűbb dolgunk lenne, mert azt kellene mondani, hogy ők tessenek otthon maradni a következő nem tudom hány hétben, a többiek pedig jöhetnek, mehetnek. De ha nem tudjuk, hogy kiből lehet szuperterjesztő, akkor tulajdonképpen ugyanott vagyunk, mint eddig, mindenki potenciálisan terjesztő is lehet, nem? Hát azt gondolom, hogy nagyjából ez az igazság, tehát nem kerülhető el, tehát továbbra is a jelenleg a legjobb módszer az, hogy korlátozzuk azt, hogy hányan találkozhatnak maximum egymással. Talán annyival jobb a helyzet, hogy korábban azt hittük, hogy nagyon veszélyes dolog lehet kinyitni az éttermeket, elmenni egy
járókelő mellett az utcán. Úgy tűnik, hogy ezek viszonylag kicsit járulnak hozzá a terjedéshez, viszont továbbra is igaz az, hogyha összezárunk egy nagy irodában nagyon sok embert, nagyon sűrűn, akkor nagy biztonsággal el fog terjedni benne a betegség. Van itt egy olyan, nem is tudom, milyen jó szó, kritikus tömeg, vagy kritikus fertőzöttségi arány, ahol, ahogy mondani szokták, ilyen robbanásszerűen megy tovább a fertőzés? Úgy tűnik, hogy olyan, ez a kritérium olyasmi lehet, hogy egy szuperfertőző az mondjuk már valaki, aki nagyságrendileg 10-20-30 másik embert legalább megfertőz, és ez önmagában még megtörténhet, ettől még nem lesz járvány, természetesen akik belekerültek, azoknak ez nem okoz örömöt, de egy-egy ilyen folt az még mindig kihal. Az kell hozzá, hogy e között a 10-20-30 ember között ismét legyen valaki, aki ugyan ilyen nagyságrendű embert megfertőz, és ezek egy láncolatot alkossanak, tehát hogy ez a folyamat ne halljon ki, hanem tudjon tovább terjedni. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy hol van ennek a határa. Ugye eddig azt mondták, hogy van egy mutatószám, hogy egy potenciális fertőzött hány további embert fertőz meg, és hogyha ez a szám egy vagy egy egész nem tudom mennyi alá csökken, akkor kezd lassan eltűnni a betegség. De akkor ezek szerint ez ugyan statisztikailag igaz, de praktikusan nem sokat mond, mert ön azt mondja, hogy a fertőzöttek egy jó része nem adja tovább a fertőzést, csak egy viszonylag kis száma. Ez inkább úgy szól, hogyha megnézzük a statisztikát, akkor vannak olyan emberek, akik senkinek nem adják tovább, vannak olyanok, akik egy, vannak olyanok, akik kettő, vannak olyanok, akik három embernek adják tovább a betegséget. És az állítás az, hogy ha ez az eloszlás le van vágva valahol, tehát mondjuk 10-nél, ez nem egy tudományos szám, ezt most csak én mondom, ha ezt levágjuk 10-nél, akkor a nullától 10-ig megengedett terjedés nem elég ahhoz, hogy járványt okozzon. Kizárólag akkor lesz ez az R szám egynél nagyobb, hogyha megengedjük, ezt úgy hívjuk, hogy a hosszú farkát az eloszlásnak, tehát hogyha megengedjük azokat, akik kis valószínűséggel nagy átadást, 20-30 fős átadást generálnak. Tehát mi korábban azt gondoltuk, hogy a terjedés az a 0-1-2-3-4-5-ből jön össze főként. Aha, tehát igen. Jó, csak hogyha ha nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek, akkor mindenkinek maszkot kell húzni, nem lehet csak azt mondani, hogy vegye azt fel, aki potenciális szuperterjesztő. Hát igen, sajnos azt gondolom, hogy ez így van. Úgy ezt utólag vissza lehet követni, hogy volt ilyen szuperterjesztő, hogy nyilván csak így derül ki. Tehát ugyan előre nem tudjuk, de utólag meg lehet mondani, hogy ez az ember ettől és ettől kapta a betegséget? Igen, hát sok helyen dolgoznak ezen, és már a 2003-as SARS járvány után Kínában meg az érintett területeken sok kutatást végeztek, és feltárták ezeket a hálózatokat, felrajzolgatták, hogy ki kinek adta át. Ma is végeznek ilyen vizsgálatokat nagyon sok helyen, és akkor ebből tudjuk meg, hogy milyen hálózatokat alkot a fertőzés, és hát egy-egy ilyen hálózatban kell azonosítani néhány embert, és potenciálisan utólag meg lehet őket vizsgálni, hogy rendelkeznek-e valamilyen biológiai tulajdonsággal, ami különösen
veszélyesé teszi őket, de egyelőre ilyesmi még nem ért abba a fázisba, hogy komolyan lehetne róla mondani valamit. Azért, ha jól értem, akkor az is kell nyilván, hogy aki szuperterjesztő legyen, annak legyen lehetősége továbbadni, tehát hogy sok emberrel találkozzon. Tehát most nagyon leegyszerűsítem a dolgot, de ha mondjuk a postást, aki sok emberrel kerül kapcsolatba, azt mondjuk, hogy hordjon maszkot és viseljen kesztyűt, és nem tényleg tartson be fokozottan szabályokat, akkor nagyobb eséllyel többet tettünk talán a vírus terjedésének csökkentésért, mint hogy általában azt mondjuk, hogy valamit mindenki matasson ezzel a dologgal kapcsolatban. Természetesen ez abszolút így van. Azokat az embereket, akik nagyon sok másik emberrel találkoznak, kell leginkább felkészíteni, és Kínában én úgy látom, hogy ezzel sokkal több tapasztalat van, gondolom a régi SARS és egyéb járványok miatt, és egy kicsit hamarabb is, hogy úgy mondjam, normalizálódott ott az élet, mert valahogy az emberek jobban tudják maguktól is ezeket az óvintézkedéseket, és hát ez azt mutatja, hogy az élet egy csomó része egészen normálisra állhat vissza, viszonylag alacsony a járványveszély, hogyha ezeket a csomópontokat, a postást, a pénztárost védjük, vagy védekezik, de sajnos a tömegközlekedést, meg a tömegközlekedés és az irodák, ugye ez két olyan dolog, ahol ez sokkal nehezebb csinálni, és mindenkinek valamennyire védekezni kell, tehát nagyon jó intézkedés, bár biztos mindenki, hogy mondjam, unja, hogy a BKV-n kötelező maszkot hordani, meg úgy láttam, hogy a vidéki volánbuszokon is. Ez szükségtelennek tűnhet, de pont az ilyen eseményeket korlátozza, és annak ellenére, hogy úgy érezzük, hogy szinte semmi veszély nincs már, hisz olyan kevesen lehetnek potenciálisan fertőzöttek most. Mégis nagyon fontos, hogy egy buszt vagy egy irodát ilyen módon megvédjünk, és legalább olyan maszkokat hordjanak az emberek, amikkel kisebb az átadás lehetősége, mert ezek az erősítő pontok, amik felgyorsíthatják a dolgot, az egyik buszról átszállunk egy másik buszra, és már is mind a kettőn tízesével lehetnek esetleg a megfertőzöttek. Ez az elmélet, ez a szuperterjesztő elmélet, ez adhat valami magyarázatot arra, hogy miért látunk ilyen viszonylag nagy különbséget mondjuk a kelet-európai országokban és a Nyugat-Európában terjedő betegség struktúrája között, tehát hogy terjed abban? Igen, én azt hiszem, hogy korábban több elmélet is keringett, hogy amiket én is osztottam, hogy esetleg az oltások, BCG oltás ilyesmi miatt mi kevésbé vagyunk kitéve. Most utólag úgy látszik, hogy nálunk is az az effektus működött, hogy amíg külföldről, Kínából, Iránból, aztán pedig Nyugat-Európából érkeztek hozzánk a potenciális vagy konkrét betegek, ez nem okozott járványt. Ez nálunk el kellett volna találni szintén a magyar társadalmat összekötő ilyen erős szociális hálózatot, tehát valakit, akinek nagyon sok ismerőse van, vagy nagyon sok kapcsolata van, vagy nagyon nagy tömegben dolgozik, és úgy tűnik, hogy ezt a pontot még nem ért el, ehhez ennek a vírusnak próbálkoznia kell körülbelül két hónapig, hogy eltalálja ezt a pontot, legalábbis az USA-ban látjuk, hogy januárban megérkezett a vírus, nagyon sok helyen
New Yorkban is bepróbálkozott, és még eltelt majdnem 2 hónap, amíg ennek észrevehető nyomai lettek. Most látszik az is, hogy például semmi nem akadályozta volna meg, hogy India meg Dél-Amerika nagyjából ugyanakkor kezdje a járványt, mint mi, de mégis látszik, hogy az idő eltolódás miatt, tehát nem tudom, Brazíliában még tovább tartott az a folyamat, ami alatt elegendően érkeztek ahhoz, hogy a brazil társadalomnak a csomópontjaiba egyszer beletaláljon a vírus, és gyakorlatilag ez szerint halad most, hogyha megnézzük, akkor elkezdte a világ fontos pontjain, ahol nagy tömegben élnek emberek, nagy a forgalom, tehát Kínából, Egyesült Államokba, Európa sűrűn lakott részeire érkezett, és látjuk, hogy most van Oroszországban, most van Brazíliában, tehát egy ilyen hierarchia alakul ki, amit főleg a globális világba való becsatolódás mértéke tűnik szabályozni. Tehát, hogy minél annál később kezdődik egy járvány, minél távolabb vagyunk bizonyos értelemben a globális társadalomnak a fókuszából. Mi itt Magyarországon meg Kelet-Európában egy picit távolabb vagyunk, mint Nyugat-Európa központjai, és az a néhány hét elég volt, tehát hogy itt elkezdődött nagyon helyesen március elején ez a lezárás, és ez tökéletesen megfogta. Most kiderül, hogyha egy ilyen intézkedést bevetünk, akkor szinte azonnal megszűnik az a híres egy fölötti terjedési ráta, és azonnal oda jutunk, hogy már csak azok betegednek meg, akiknek a családjukban még van lehetőség átadni ezt a vírust. Nagyobb tömegek már nem. Most persze a határzárak is feloldódnak, tehát lehet, hogy az hozhat megint kockázatot, nem? Én úgy látom, hogy ez most pont nem okoz kockázatot, ezt ebből pont megértettük. Tehát amíg nem nyitunk határt egy olyan országgal, amiben éppen dühöng a dolog, hanem ezekkel a lecsengő országokkal állunk kapcsolatba, akkor egy-két eset érkezik, de hát egy-két eset köztünk is van, mégsem kezd elindulni a járvány. A járvány nem attól indul el alapvetően, hogy eseteket importálunk, hanem attól indul el, hogy az a szociális háló most érintkezés értelemben, nem pedig nem tudom, magasabb értelemben, újra összeállt-e vagy sem. Amíg ez a háló nem áll össze erősen, addig egy-egy belső eset, vagy egy-egy még itthon meglévő eset, az ilyen pici foltokat fog okozni, amik mind-mind kihalnak, és napról napra kevesebb lesz, és hogyha beérkezik naponta néhány darab a külföldi országokból, illetve mi is exportálunk másoknak néhány darabot, akkor ezek nem változtatják meg ott alapvetően a helyzetet, egészen addig, amíg az emberek vissza nem álltak a régi kerékvágásba, és újra föl nem állították ezeket a hálózatokat, újra nem élettek azok a hálózatok, amiken ez képes. Mert a hálózat az, hogy találkozunk egymással. Így van, és újra megnyílik az iroda, újra négyen ülünk egy asztalnál, újra. Tehát amikor ez bekövetkezik, akkor elég egy esetet, akkor elég megvárni, míg Manci néni besétál valahova, és ez indítja újra a dolgot. Hogyha ez nincs, akkor hiába szóródnak be hozzánk esetek, különösebb dolog azon kívül, a néhány emberen kívül, akikkel ők
találkoznak, nem fog történni. Köszönöm szépen Vattai Gábor fizikus professzornak, viszont hallásra. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Józsa Péter, Ricsovics Kinga, Kovács M. Veronika és Selmeci János, a szerkesztő Bálint Judit, Nési Jánost hallották. A viszont hallásra!